Családon belüli erőszak miatt Székesfehérváron évente több mint 200 esetben intézkednek a rendőrök, és ez a szám csak a Jéghegy csúcsát jelenti. A kapitányság többnyire a gyermektartás elmulasztásának ügyében, testi sértésnél, kiskorú veszélyeztetettségnél és zaklatásnál vizsgálja a családi viszonyokat. A büntető törvénykönyvben olyan tényállású családon belüli erőszak jelen pillanatban nincsen, hanem a rendőrség belső normájában meghatározottak szerint 30 bűncselekmény van, aminél vizsgáljuk az elkövető és a sértett közötti hozzátartozói viszonyt. A hatóságnál leggyakrabban maga a bántalmazott jelentkezik, de az elmúlt időszakban egyre többször lép működésbe a jelzőrendszer is, így a családsegítő, az iskola, a gyámhivatal és a gyermekjóléti szolgálat is jelzi a rendőrségnek, ha egy családnál problémát észlel. Ha saját magukról van szó, akkor nagyon nehezen szánják rá magukat. Az alosztályvezető tapasztalatai azt mutatják, hogy mindezek ellenére nagyon nehéz a feladatuk, hiszen a bántalmazottakkal általában csak hosszú évek óta fennálló folyamat után találkoznak, és segíteni csak abban az esetben tudnak, ha a bejelentést megteszik az érintettek, ez pedig viszonylag ritkán fordul elő. Erre mi erőszakkal nem vehetjük rá, ő gondolhatja úgy is, hogy megváltozik, bízik abban, hogy az élethelyzete meg fog változni, hogy esetleg ez egy jó figyelmeztetés a bántalmazó fél számára, hogy ő itt a rendőrségre jött, de akkor mi nem tudunk eljárást indítani, illetve nem tudjuk lefolytatni a büntető eljárást. Gyermek az, aki veszélyeztetve van, vagy ők értette valami olyan sérelem, akkor könnyebben. A bűnmegelőzési alosztály vezetője szerint a nők többsége csak akkor fordul a hatósághoz, amikor az otthoni erőszak odáig fajul, hogy ez a gyermekeket is veszélybe sodorja. A súlyos esetekben ugye akár bűnügyi őrizetbe is kerülhet a bántalmazó fél. A rendőrség a bántalmazókra megelőző távoltartási határozatot kérhet, illetve a bántalmazás jellegétől függően a jelenlegi büntető törvénykönyv szerint jár el, így például testi sértés, zaklatás vagy éppen kiskorú veszélyeztetés miatt indít eljárást. Mert lehetősége van a rendőrségnek arra, hogy ideiglenes megelőző távoltartást alkalmazzon a bántalmazóval szemben, akár még büntető eljárás megindítása nélkül is. Ezt a lehetőséget biztosítja számunkra a törvény, ez 72 óra. Ezzel élni is szoktak a bántalmazottak. Tavaly évben 34 esetben alkalmaztuk ezt a jogintézményt. Ugye ebben az esetben kötelezően a bíróság felé kezdeményeznünk kell a megelőző távoltartást, aminek 30 napja lehet. Havonta átlagosan 2 bántalmazott nő keresi fel a Székesfehérvári Családsegítő Központot, pedig az intézmény vezető helyettes szerint sokkal többeknek lenne szüksége segítségre. Ez a Jéghegy csúcsa, ami hozzánk eljött. Bocsi Meleg Ilona abban bízik, hogy a törvényi változások világossá teszik a családon belüli erőszak áldozatai számára, hogy az otthoni erőszak nem a saját hibájuk eredménye, és nem is természetes állapot. Megnőhet a szankciója, és a bántalmazó számára pedig figyelemfelhívás lehetne, hogy igaz, hogy a saját otthonában, a saját közegében van, de hogy a család tagjaival mégsem tehet meg olyan dolgokat, amit esetleg jelen pillanatban megtesz. Az országgyűlés nemrégiben elfogadta azt az indítványt, amely lehetővé teszi a családon belüli erőszak önálló bűncselekményi kategóriáját. A büntető törvénykönyv családon belüli erőszakról szóló kiegészítése akár már évvégére elkészülhet.